Amíg a szülők a piros székeken ülnek és várnak, addig a gyerekek kis asztalnál rajzolhatnak a tiszavezdédi védőnői szolgálat megújult épületében. A felnőttek szemét klasszikus olvasótáblával ellenőrzik, a gyerek szemvizsgálatra hintaló, létra és egyéb piktogramok szolgálnak. Minden korosztályra gondoltak a felújítás során, így most már kultúrált munkakörnyezet és magas színvonalú eszközök várják az egészségügyi dolgozókat is. Ez területi operatív programból valósult meg, és ebben a programban különös tekintettel voltunk a megújuló és alternatív energiaforrásokra, tehát itt különleges az is, hogy napelemek is találhatóak az épületen. Tehát igazi 21. századi épületet sikerült varázsolni abból a korábban vályog épületből, aminek egyébként a fal szélessége esetenként elérte a 70 cm-t is. A védőnő munkája 21. században kiemelten fontos, hiszen szerencsére egyre több és több gyermek születik, és a fiatal édesanyák igénylik a segítséget. Az említett energetikai korszerűsítés mellett az akadálymentesítés is része volt a közel 40 millió forintos pályázatnak. Az épület kívülről grafit szürke elemeket is tartalmazó borítást és különleges íveket kapott, illeszkedve a megújult községháza stílusához. A több mint 50 éve épült hivatal nem volt hőszigetelve, rossz állapotú fanyílászárókkal és elavult konvektoros fűtési rendszerrel rendelkezett. A korszerűsítés az három elemből áll. Egy épületenergetikai korszerűsítés történt, ami a település operatív program pályázati része volt. Volt egy belső átalakítás, ami belügyminisztériumi forrásból volt támogatott, és egy önerő volt még a harmadik lába a pályázatnak, vagy a projektnek, mert a bővítést, ezt a megjelenést, ezt a képviselőtestület szerette volna, és ezt a pályázatok nem támogatták, ez önerős fejlesztés. Az épület felújításának teljes összege így 78 millió forint volt. Ebben a modern környezetben 6 fő dolgozik, akik napi szinten 30-40 ügyfelet fogadnak. Ez a beruházás is toppos forrásból jöhetett létre, amely az elmúlt 7 évben számtalan lehetőséget biztosított a kis településeknek is a fejlődésre. Ennek mintegy 1200 milliárd forint állt a kistelepülések rendelkezésére, hogy ebből különböző fejlesztéseket oldjanak meg. Itt elsősorban az önkormányzatok voltak a kedvezményezettek. Ebből tudta most Tiszabezdél is megvalósítani a ma átadott védőnői szolgálat fejlesztését, illetve a polgármesteri hivatal fejlesztését. Ami jó hír, azt gondolom, a kistelepülések számára, de azt gondolom talán a nagyobbak számára is, hogy a következő időszakban a 2021-27-es fejlesztési ciklusban szintén meg fog maradni a települési önkormányzatok külön támogatása egy külön operatív program keretében, és azt gondolom, hogy hasonlóan magas keretösszeggel fog rendelkezni a következő időszakban, úgyhogy úgy gondolom, hogy nyitva lesz mindenkinek a lehetőség, hogy még jobban fejlessze és építse a települését. Vitályos Eszter kiemelte, az uniós pályázati pénzekből több száz milliárd forint érkezett az elmúlt időszakban megyénkbe. Ezek kohéziós források, amelyek a felzárkóztatást célozták meg, vagyis a legelmaradottabb térségeket segítik.